Marokkó egy olyan sportközpontot hoz létre, amelyben több sportág is megjelenik. És ők azt a filozófiát követik, hogy minden sportágban, tehát azokkal próbálnak együttműködni, akik az adott sportágban a legfejlettebbek, legjobbak. Na most nem csak az elmúlt olimpia, hanem hát tényleg a magyar kajakönű sportnak az erejét ismerve, tehát a magyarokat kérték föl erre. Hát erre azért nem csak az aranyérmek a bizonyíték, hanem azért az a szegedi pálya és az a néhány világbajnokságnak, Európa bajnokságnak a megrendezése, amely igazából, tehát lehet mondani, hogy egy teljesen új szelet hozott a sportágba, új formátumokat, tehát a maga a pálya kialakítása, a tévék közvetítés, a szervezés és így tovább. A mi sportszakembereink világszerte rendkívül elismertek, és azt gondolom, hogy valahogy hatványozottan így van ez Észak-Afrika térségében, és így van ez az arab országokban. Itt nem csupán Marokkóról van szó, hanem arról is, hogy ez egy afrikai ország, egy arab ország. Tehát tulajdonképpen a földközi tenger mellékén legalább 5-6 olyan arab ország van, olyan tömeggel, amely igazából ezt az egész afrikai kontinensre, ezt a sportágnak a fejlődését meg tudja indítani, és egy áttörést tud hozni. We hope to have a Hungarian coach there, and the Hungarian team to come to Morocco, and European teams to come to Morocco, to Marchica, and then they will develop the cooperation between our two countries and with other countries maybe, and the friendship between us.